salutare questo bravo. Ciao bravo. È dall'Alba. Non hai niente dormenti? Da Alessandria. Santità. Che bello. Grazie. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. De l'Évangile selon saint Matthieu. L'ange du Seigneur apparut à Joseph en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, "Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." Joseph did as the angel of the Lord commanded him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Es erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: "Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen." Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se apareció en sueños a José un ángel del Señor que le dijo: "José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados." Cuando José se despertó, dijo que el Señor. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: "José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados." Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Qira'atu min Injili Rabbina Yesu' al-Masih bihasab al-Qaddis Matta. في ذلك الوقت تراءى له ملاك الرب في الحلم وقال له: "يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأتي بامرأتك مريم إلى بيتك، فإن الذي كون فيها هو من الروح القدس، وستلد ابنا فسميه يسوع، لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم." فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب فأتى بامرأته إلى بيته. كلام الرب.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Anioł rzekł: Józefie, synu Dawida, wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków: nazwany będzie Nazarejczykiem. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Oggi, 19 marzo, ma március 19-én Szent József, Szűz Mária jegyese és az Egyetemes Egyház védőszentje ünnepét üljük. Szenteljük tehát neki ezt a mai katekézist, hiszen megérdemli, hogy elismerjük munkásságát, és meghajoljunk előtte, amiért képes volt gondoskodni a Szent Szűzről és fiáról, Jézusról. Ez a gondoskodói szerep jól jellemzi Józsefet, ez volt az ő nagyszerű küldetése, hogy gondoskodjon. Ma egy különleges szempontból szeretném újra megvizsgálni a gondoskodás témáját, a nevelés szemszögéből. Józsefre úgy tekintünk, mint a nevelők példaképére, aki gondját viseli Jézusnak, és elkíséri őt bölcsességben, korban és kedvességben való növekedésének útján, ahogy az evangélium írja. Ő nem volt szülőatya Jézusnak. Isten volt Jézus szülőatya, de apjává lett Jézusnak, apjává lett, hogy felnevelje őt. És hogy nevelte fel? Bölcsességben, korban és kedvességben. Kezdjük a korban való növekedéssel, amely a legtermészetesebb vetület, a fizikai és pszichés növekedése utal. József és Máriával együtt elsősorban ilyen szempontból gondoskodott Jézusról, vagyis felnevelték őt, gondoskodva arról, hogy mindene meglegyen, ami az egészséges fejlődéséhez szükséges. Arról se feledkezzünk meg, hogy a gyermekről való féltő gondoskodásban beletartozott az Egyiptomba való menekülés is, a menekültként való élet nehézségének megtapasztalása. József ugyanis menekült volt Máriával és Jézussal együtt, hogy megmeneküljenek Heródes fenyegetésétől. Majd amikor visszatértek és újra letelepedtek Názáretbe, következett Jézus családban töltött életének hosszú időszaka. Ezen évek során Jézus József saját mesterségét, Jézusnak József saját mesterségét is megtanította. Jézus megtanulta az ácsmesterséget, együtt dolgozott apjával Józseffel. Így nevelte fel József Jézust. Térjünk rá a nevelés második vetületére, a bölcsességre. Jézus számára József példája és mestere volt ennek a bölcsességnek, amely Isten igéjéből táplálkozik. Gondolhatunk arra is, hogyan tanította József a kis Jézust a Szentírás figyelmes hallgatására.
Leginkább azzal, hogy szombatonként elvitte magával a názáreti zsinagógába. Mert József azért vitte előtt, hogy Jézus Isten igéjét hallgassa a zsinagógában. Végül pedig lássuk a kedvesség dimenzióját. Szintén Lukács mondja Jézusról, az Isten kegyelme volt rajta. E téren Szent József szerepe persze korlátozottabb, mint a kor és a bölcsesség területén. De súlyos hiba lenne azt gondolni, hogy egy apa és egy anya mit sem tehetnek azért, hogy gyermekük Isten kegyelmében is növekedjen. Korban és bölcsességben növekedni, Isten kedvessé válni, Istennek kedvessé válni, vagyis kegyelemben növekedni, mindezt József munkája tette lehetségesé Jézus számára, ezáltal növekedett mindhárom tekintetben, ő segítette Jézust így növekedni. Kedves testvérek, József küldetése bizonnyal egyedi és megismételhetetlen, hiszen Jézus is teljes mértékben az. Mégis abban, ahogyan Jézusról gondoskodott, korban, bölcsességben és kedvességre nevelte őt, példaképé vált minden nevelő számára, különképpen is minden apa számára. Szent József a nevelők és az apukák, az apák példaképe. Így az ő oltalmába ajánlom minden szülőt és minden papot is. Hiszen akik szintén atyák, és mindazokat, akik nevelési feladatokat látnak el az egyházban és a társadalomban. Ma az apák napján külön is szeretném köszönteni az összes szülőt, az összes apukát. Szívből köszöntelek benneteket. Vediamo. Lássuk csak, vannak-e apukák a téren? Kérem számotokra kegyelmet, hogy mindig közel lehessetek gyermekeitekhez. Chiedo per voi la grazia di essere sempre molto vicini ai vostri figli. Lasciandoli crescere, ma vicini. Hagyva, hogy vicini, növekedjenek, de mellettük állva. Loro közel, egészen közel. Di voi, szükség van rátok, a ti jelenlétetekre, a ti közelségetekre, a ti szeretetetekre. Siate per loro come San Giuseppe. Legyetek olyanokká számukra, mint Szent József, gondoskodjatok a korban, a bölcsességben és a kedvességben való növekedésükről. Gondos őrzői legyetek útjuknak. Neveljétek és kísérjétek el őket, és ezzel a közelségetekkel váljatok igazi neveléjükké. Köszönet illet benneteket, mindazokért, amit gyermekeitekért tesztek. Köszönjük. Isten éltessen benneteket. Boldog apák napját kívánok minden itt jelenlévő apának, és minden apának. Szent József áldjon és kísérjen benneteket mindenkor. Vannak köztünk olyanok is, akik már elvesztettük édesapánkat, mert az Úr magához szólította. Sokan vannak itt a téren olyanok, akik már nincsen édesapjuk. Imádkozok a világ minden apukájáért, az élőkért és az eltávozottakért is, a sajátunkért. És ezt megtehetjük együtt is, miközben mindegyikünk a saját élő, vagy már a megholt édesapjára gondol. Imádkozzuk tehát mindannyiunk nagyszerű apukájához,
az atyához, mondjuk el a mi atyánkat, a mi apukánkért. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E tanti auguri ai papà. Isten éltesse az apákat. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre, le confiant aujourd'hui de manière particulière à l'intercession de Saint-Joseph. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête de Saint-Joseph. Regardons-le comme le modèle de l'éducateur qui garde et accompagne Jésus sur son chemin de croissance, en sagesse, en taille et en grâce, comme dit l'Évangile. Ce sont là trois dimensions de l'éducation de Jésus. La première nous montre qu'avec Marie, Joseph a élevé Jésus, de sorte que rien ne lui manque pour un saint développement. Une autre dimension est celle de la sagesse. Joseph a éduqué Jésus à écouter la parole de Dieu. Enfin, la dimension de la grâce. L'action éducative de Joseph consistait ici à seconder l'action de l'Esprit dans le cœur et dans la vie de Jésus. Joseph a éduqué Jésus d'abord par l'exemple. Je souhaite une bonne fête à tous les papas dont c'est la fête aujourd'hui. Vos enfants ont besoin de vous et de votre amour. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto con gioia i cari pellegrini. Örömmel üdvözlöm a kedves francia nyelvű zarándokokat, különösen is a Franciaországból és Svájcból érkezett fiatalokat. Szent József oltalmába ajánlom a szülőket, a papokat és mindazokat, akik valamilyen nevelési feladatot látnak el az egyházban és a társadalomban. Mindenkinek kellemes római tartózkodást kívánok. Isten áldja meg benneteket. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: chers pèlerins francophones, je vous salue tous avec joie, en particulier les jeunes venant de France et de Suisse. Je confie à la protection de Saint-Joseph les parents, les prêtres et tous ceux qui ont un rôle éducatif dans l'Église et dans la société. À tous, je souhaite un bon séjour à Rome. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem. On this, the solemnity of Saint Joseph, we entrust to his heavenly intercession
Our fervent prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought today for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Today we celebrate the solemnity of Saint Joseph, spouse of the Virgin Mary and patron of the Universal Church. Saint Joseph is venerated as the guardian of the Holy Family, and in this role he serves as a model for all fathers and educators. Joseph watched over Jesus' human development, his growth, as St. Luke says, in wisdom, age, and grace. We think of how Joseph, as the carpenter of Nazareth, taught the young Jesus his trade and the value of work. Joseph also quietly imparted to Jesus that wisdom which consists above all in reverence for the Lord, prayer, and fidelity to his word, and in obedience to his will. Joseph's paternal example helped Jesus to grow on a human level in his understanding and appreciation of his unique relationship with the Heavenly Father. With Our Lady, Joseph guided the young Jesus as he responded to the working of the Holy Spirit in his heart and in his life. By his example and prayers, may Saint Joseph be a sure guide to all parents, priests, and teachers charged with the education of our young. Today, let us also give thanks to God for the gift of our fathers here on earth, those still with us, and those who, marked with the sign of faith, have gone before us to the Lord. And let us pray for them today. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese. Köszöntöm a mai audiencia érkezett valamennyi angolul beszélő zarándokot, különös is Angliából, Írországból, Dániából, Indonéziából, Kanadából, Szent József Kanada védőszentje. Imádkozzunk Kanadáért. Az Egyesült Államokból érkezetteket, külön is köszöntöm a Tokiói Szofia Egyetem küldöttségét, intézményük alapításának 100. évfordulója alkalmából. Kérem rátok az Úr örömét és békességét. I am pleased to greet the English-speaking visitors and pilgrims at today's audience, including those from England, Ireland, Denmark, Indonesia, the United States, and Canada, whose patron is Saint Joseph. In a special way, I greet the delegation from the Sophia University in Japan, which this year marks the centenary of its founding. Upon all of you, I invoke the joy and peace of Jesus our Lord. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen dem Nachfolger des heiligen Petrus durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie ihres Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst und vertrauen sie heute besonders der Fürsprache des heiligen Josef an, des Schutzpatrons der Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters.
Liebe Brüder und Schwestern, die Kirche begeht heute den Festtag des heiligen Josef. Zur Aufgabe des Hüters und Beschützers Jesu gehört auch die Erziehung. Josef ist das Vorbild des Erziehers. Er begleitet Jesus bei seinem Wachsen an Weisheit, Alter und Gnade. Das erste ist das Alter, das körperliche und geistige Wachstum. Gemeinsam mit Maria trägt Josef Sorge, dass es dem Jesusknaben an nichts fehlt, was für eine gesunde Entwicklung notwendig ist. Unter seiner Obhut vollzieht sich das verborgene Leben Jesu in Nazareth und er lehrt ihn sein Handwerk. Das zweite ist das Wachsen an Weisheit. Josef war für Jesus Beispiel und Lehrer der Weisheit, die sich vom Wort Gottes nährt. Er hat ihn erzogen, auf die Heilige Schrift zu hören und hat ihn in die Synagoge mitgenommen. Schließlich gehört zur Erziehung die Dimension der Gnade. Hier ist der aktive Beitrag des heiligen Josef begrenzt, aber es wäre ein Irrtum zu denken, dass Eltern nichts tun können, um ihre Kinder zu erziehen, in der Gnade Gottes zu wachsen. Josefs Aufgabe bestand darin, gemeinsam mit Maria das Wirken des Heiligen Geistes im Herzen und im Leben Jesu zu unterstützen. Szép köszöntöm a német anyanyelvű országból érkezett zarándokokat. Szent József a nevelők példaképe, és különösen is az édesapáké. Az ő közbenjárását kérem minden szülő, a pap és mindazok számára, akik valamilyen nevelési feladatot látnak el az egyházban és a társadalomban. A Szent Család óvjon benneteket és szeretteiteket. Ein herzliches Willkommen sage ich den Pilgern aus den Ländern deutscher Sprache. Der heilige Josef ist ein Vorbild für Erzieher, besonders für die Väter. Seiner Fürsprache vertrauen wir alle Eltern an, die Priester und alle, die in Kirche und Gesellschaft eine Aufgabe im Bereich der Erziehung wahrnehmen. Die heilige Familie beschütze euch und alle eure Lieben. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia, confiándolas hoy de modo particular a la celestial intercesión de San José. Al final de la audiencia, se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra al dorso del billete de ingreso. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis deseo hablar de San José como educador de Jesús. Nos dice la Escritura que José acompaña el crecimiento de Jesús en sabiduría, estatura y gracia. En primer lugar, José y María se preocupan de que a Jesús no les falte lo necesario para un sano desarrollo físico y psicológico. Los defienden en los días duros de la huida a Egipto, donde tuvieron que vivir como refugiados. Le enseñan también un trabajo, de tal manera que Jesús es conocido como el hijo del carpintero. En segundo lugar, José y María se preocupan de su crecimiento en sabiduría y lo llevan todos los sábados a la sinagoga a escuchar la Sagrada Escritura. Finalmente, Jesús crece en gracia y José lo acompaña en esto para custodiar la gracia de Dios que se va dando en él. Hoy es el Día del Padre aquí.
Recordamos a todos los papás. Les deseo a todos ellos un feliz Día del Padre. Saludo cordialmente. Szívből jövő szeretettel köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat, különösen is a Spanyolországból, Mexikóból, Ecuadorból, Argentinából és más dél-amerikai országból érkezett csoportokat. Mindenkit arra kérek, hogy imádkozzon az Úrhoz, és kérje Szent József közbenjárását az apákért, a nevelőkért és a papokért, hogy egyházunk védőszentje példáját követve képesek legyenek elkísérni gyermekeiket a felnövekedésben, a bölcsességben, korban és a kedvességben való gyarapodásban. Köszönöm szépen! Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal, hoje confiando de modo especial à intercessão celeste de São José. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos quantos passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Hoje celebramos a solenidade de São José, esposo de Maria e padroeiro da Igreja Universal. Posto à frente da Sagrada Família, assumiu a missão de educador, guardando e acompanhando Jesus no seu crescimento em sabedoria, estatura e graça. O crescimento em estatura se refere ao crescimento físico e psicológico, onde José, junto com Maria, teve uma atuação mais direta, procurando que nada faltasse na criação de Jesus e libertando-o das dificuldades como a ameaça de morte vinda de Herodes, que os levou à fuga para o Egito, onde viveram como refugiados. Quanto à educação na sabedoria, José foi para Jesus exemplo e mestre, deixando-se sempre nutrir pela palavra de Deus e levando Jesus todos os sábados à sinagoga. No que se refere à dimensão da graça, a influência de José consistia em favorecer a ação do Espírito Santo no coração e na vida de Jesus. De fato, José educou Jesus, em primeiro lugar, com um exemplo. O exemplo de um homem justo, que sempre se deixava guiar pela fé. Szívből köszöntöm a portugál nyelvű zarándokokat, különösen is a Botucatu egyházmegyéből érkezett brazilokat és minden nevelőt, különösen is a szülőket Szent József oltalmába ajánlom, hogy példájukkal segíthessék a fiatalokat a bölcsességben, korban és kedvességben való növekedésben. Isten áldja meg benneteket. Dou as boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa, nominalmente aos brasileiros da diocese de Botucatu. E confio a proteção de São José, todos os educadores, em particular os pais, para que com o seu exemplo ajudem os mais jovens a crescerem em sabedoria, estatura e graça. Que Deus vos abençoe.
أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم الحارة لقداستكم ولخدمتكم الرسولية للكنيسة الجامعة، طالبين لكم اليوم وبشكل خاص شفاعة القديس يوسف. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس: كرس قداسة البابا هذه المقابلة العامة عن القديس يوسف حارس العائلة المقدسة ومعلم الطفل يسوع، والذي صاحبه بعطف الأب وحنانه طيلة مسيرة نموه في القامة وفي الحكمة وفي النعمة. أكد قداسته أن القديس يوسف هو النموذج الأمثل لكل مرب ولكل أب، لأنه رافق مسيرة نمو يسوع عن طريق تقديم القدوة الصالحة ومخافة الرب والثقة التامة في محبة الله وفي تدبيره الخلاصي، وعدم الهروب أمام دعوة الله مهما بدت صعبة ومستحيلة. وصلى قداسة البابا اليوم خاصة من أجل جميع الآباء الحاضرين في ساحة القديس بطرس، وأبائنا الذين ما زالوا على قيد الحياة والذين انتقلوا إلى بيت الآب السماوي. Szeretettel üdvözlöm az arab nyelvű testvéreket, különösen is azokat, akik Libanonból és a Szentföldről érkeztek. Szent József minden nevelő és minden hívő ember példaképe, mert képes volt átkelni a kétség sötétségén, megélni a számüzetés tapasztalatát és otthona elhagyásának kényszerét anélkül, hogy Istenben és az ő szeretetébe vetett hitét egy pillanatra is elvesztette volna. Tanuljuk meg tőle, hogy az Istenbe vetett bizalom képes a kétségből bizonyosságot, a rosszból jót és az éjszaka vaksötétségéből ragyogó hajnal teremteni. Az Úr áldjon meg benneteket! أتوجه بتحية حارة إلى الأخوات والإخوة الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من لبنان ومن الأراضي المقدسة. القديس يوسف هو مثال لكل مرب ولكل مؤمن، لأنه عرف كيف يمر بخبرة ليل الشك وبتجربة الغربة والاضطرار للهروب من الدار دون أن يفقد أبداً ثقته في الله وفي محبته. فتعلموا منه أن الثقة في الله هي وحدها القادرة على أن تحول الشك ليقين والشر لخير والليل الدامس لفجر منير. الرب يبارككم جميعا. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach
związanych z apostolską posługą następcy Piotra, zawierzając je dzisiaj szczególnemu wstawiennictwu świętego Józefa. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie poświęconej świętemu Józefowi Ojciec Święty przypomniał, że jest on oblubieńcem Najświętszej Dziewicy i opiekunem Bożego Syna Jezusa. Podkreślił, że jest też niedoścignionym wzorem wychowawcy. Towarzyszył Jezusowi, dbając o Jego wzrastanie w mądrości, w latach i w łasce. Dbał o Jego fizyczny i psychiczny rozwój, bezpieczeństwo, codzienny byt, strzegł życia, chronił przed wrogami, uczył pracy. Dorosłego Jezusa nazywano synem cieśli. Józef był dla Jezusa przykładem mądrości, która karmi się Słowem Bożym. Prowadził go w szabat do synagogi w Nazarecie, z nim słuchał Pisma Świętego, obserwował jego zasłuchanie w Bogu, podziwiał wiedzę, gdy jako dwunastoletnie dziecko dyskutował w świątyni z uczonymi w prawie. Bóg posłużył się świętym Józefem, by Jezus mógł napełniać się mądrością i wzrostem w łasce Bożej. Patron dzisiejszego dnia spełnił swoją rolę w sposób wyjątkowy. Jest wzorem dla wszystkich rodziców. Razem z Maryją umacniał w sercu Jezusa ducha wiary, modlitwy, adoracji, przyjęcia woli Bożej. Jako człowiek sprawiedliwy uczył go przede wszystkim przykładem własnego życia. Święty Józef wychowywał jako ten, który zawsze pozwala się prowadzić intuicji wiary, który wie, że zbawienie nie pochodzi z przestrzegania prawa, ale jest łaską Boga, darem Jego wierności i miłości. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Köszöntöm a mai audienciára érkezett lengyeleket. Testvéreim, Szent József az egyetemes egyház védőszentje, akinek ma van az ünnepe, mély hitű, kemény dolgozó, bátor és alázatos ember volt. Az, ahogy ő bánt Jézussal, legyen példa minden apa és minden nevelő számára. Közbenjárását kérem mindnyájatokra, akik itt jelen vagytok, minden szülőért, papért, hitoktatóért és tanárért, aki az egyház vagy a társadalmi nevelési feladatokat lát el. Isten áldja meg benneteket és szolgálatotokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jego świątobliwość skierował do nas następujące słowo. Witam przybyłych na audiencję Polaków. Bracia i siostry, święty Józef, patron Kościoła Powszechnego, którego uroczystość dzisiaj obchodzimy, to człowiek głębokiej wiary, rzemieślnik, człowiek odważny, mocny, pokorny. Jego troska o Jezusa powinna być przykładem dla każdego ojca, każdego wychowawcy. Jego wstawiennictwu powierzam was tu obecnych, wszystkich rodziców, kapłanów, nauczycieli i katechetów, którzy w Kościele i w społeczeństwie podejmują zadania wychowawcze. Niech Bóg błogosławi was i waszą posługę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per il vostro universale ministero apostolico, affidandole oggi in modo speciale alla celeste intercessione di San Giuseppe. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà a tutti i presenti la benedizione apostolica, estensibile alle persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai szeretettel köszöntöm az olasz anyanyelvű hívőket. Sono lieto di accogliere la fogadom a mai napon a Bence és Békefáklya küldöttségét, és velük Spoletto Norcsájösekét, Renato Boccardot, l'amministratore apostolico di Monte Cassino, Monte Cassino apostoli kormányzóját, Augusto Ricci, Subiaco apátot, Mauro Meaccit. Kívánom, hogy ez a kezdeményezés a szív békéjének nyissa utat, amelyet egyedül Krisztus adhat meg. Üdvözlöm továbbá a Focolare mozgalom tagjait, akik a vallásközi találkozóra jöttek. Milánói és a Lombardi Konzuli Testület dékánságát. A római, palermói, Perugia és bergamói híveket. A Fiat csoportot és az Internacionál Iner VL képviselőit. Gli ufficiali e militari, a hivatalnokokat és a katonákat, a Penelope szervezetet és a nagy létszámú megjelent diákokat. Kívánom mindenkinek, hogy az örök városban tett látogatás alkalmat adjon hitettek újbóli felfedezésére és a segítő szeretetben való növekedésre. Külön is gondolok a fiatalokra, a betegekre és az ifjú házasokra. Ma Szent József az Egyetemes Egyház védőszentjének főünnepét üljük. Kedves fiatalok, az alázatos és visszafogott élet példájaként tekintsetek rá. Kedves betegek, különösen is az Aldo Moro intézetből érkezettek, akiket Gumminio püspöke, Monsignor Giacobelli kísért el, Macerati és a Tolentinoi dializisre járók, és a Sogno di Giussi szervezet fiatal tagjai, tanuljátok meg Jézus nevelőapjának csendes és imádságos lelkületével hordozni a kereszteteket. Ti pedig, kedves ifjú házasok, arra a szeretetre építsétek a családotokat, amely Máriát jegyeséhez, Józsefhez kötötte. Köszönöm. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum Sodie, et dimitte nobis
Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium noctum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.